tartó. Az idén indult első osztályba a moholi lakatos Kitti. A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából kapott ajándékokat sorolja. Kitti nagyon szeret iskolába járni. Bátyja István az állatok szerelmese. Mindketten fontosnak tartják a hagyományok ápolását és továbbéltetését. Számomra érdekes volt az, hogy a fiatal tehetségekkel való foglalkozás is mennyire fontos, hogy a tanítónéni a művelődés egy helybeli művelődés egyesület ugye foglalkozzon velük. De hát ez a számunkra is fontos, mert hát mi is a civil szervezetekben, mi a nagycsaládosoknál különböző rendezvényekre mindig megpróbáljuk bekapcsolni ezeket a fiatalokat is. Egyetemistának tudunk szállást biztosítani, gyönyörű kétágyú szobákban, kedvezményes áron, és együtt lesznek csak magyar gyerekek a kollégiumban. A magyar összefogás jelöltjei a Szemerédi családnál az oktatással kapcsolatos kérdésekről beszéltek. Edit és Ferenc leánya Ilona jelenleg gimnazista, és a továbbtanulás az, ami a leginkább foglalkoztatja. A lányunk Ilona másodikos gimnazista, szeretne tovább tanulni, vagy angol, vagy biológia szakon. Még nem döntöttük el, hogy hol, valószínű, hogy Újvidéken vagy Szabadkán. A szülőknek is arra kell ösztönözniük gyermekeiket, hogy itthon építsék jövőjüket, hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás lista vezetője. Nekünk az a célunk a Magyar Összefogás programjában pontosan az a legfontosabb, hogy gyermekeinket abban erősítsük és abban támogassuk, hogy itt folytassák egyetemi tanulmányaikat, kollégiummal, ösztöndíj támogatással és minden olyan segítséggel, támogatással, amely a szülőföldön való későbbi boldogulásokat eredményezi. Az itthonmaradás fontossága kiemelt téma volt a Paróci családnál tett látogatás során is. A gyermekek, Júlia és Sára még kicsik, de a szülők már most is fontosnak tartják az itthoni érvényesülés hangsúlyozását. A Magyar Összefogás jelöltjei pedig olyan lehetőséget szeretnének teremteni a fiatalok számára, amelyeknek köszönhetően itthon képzelhetik el a jövőjüket.